professional eaters will probably actually play it on amp. Digo, mynd o lewyd am mwyl y wyni. Na szevasztok és sziasztok, én se látok itt az Erwin, és üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a Robloxban. Hát ugye az a helyzet, hogy ugye nem sikerült a live, és ezért megint bocsánatot szeretnék kérni, hogy ez nem jött össze, de hát nem volt elég jó a gépem. De viszont azt gondoltam, hogy most akkor valamit akkor fel kéne ugye rakni máma, mert ugye minden nap fel kell rakni videókat, és hát azt tervezem, hogy ugye máma felrakom a live-ot, de ez sajnos most nem jött össze, és akkor most gyorsan leszek egy videót vágás nélkül, ugye amit a live meg akartam volna csinálni, ugye a Robloxot ki akartam vinni, meg a Getting Over It-et, de hát a Getting Over It-et azt most nem fogjuk kivinni, azt akkor majd holnap, vagyis hát nem kivinni, hanem csak játszani vele, és hát nem, most nem lesz semmi vágás ebbe a videóba, hanem fúra most végigmegyek, és akkor most hát ezt gyorsan ki is viszem. És hát akkor remélem, hogy akkor gyorsan kész leszek ezzel a videóval, és akkor minél hamarabb fel tudom ezt tölteni, mert hát tényleg most eléggé gond van, eléggé késő van, és hát nem jött össze a live. De amúgy 14 megtekintést kaptam, azért eléggé köszönöm, hogy még így is valaki ráklikkelt arra a live-ra, de hát sajnálom, remélem megértitek, de tényleg sajnálom, bakker, hogy nem jött össze a live, viszont hát amit a live-ban most meg akartam csinálni, azt most gyorsan megcsinálom nektek, és remélem, hogy így is jó. Szóval a jövőben nem fogtok, a közeljövőben nem fogtok live-ot látni tőlem, de majd utána, majd valamikor olyan fél évvel később, vagy valami akkor még a green screen is jobban fog működni, meg a hangkajak egy hónap múlva, ugye megint a mikrofonom, és akkor a hang is jobb lesz, meg minden. Amúgy lehet, hogy túl hosszú lesz ez a videó, mert ugye most a vágás nélkül fogom megcsinálni, és még hiba countás lesz, szóval azért is, bocsánat, mert tényleg most nagyon kevés időm van, és ezt a videót mindenképp fel akarom ugye rakni. Szóval most éppen én nagyon igyekezek tényleg, srácok, szóval hát sajnálom, hogy ez így jött össze, de holnaptól már újra jönnek nagyon jó videók, megígérem, de hát tényleg már nagyon jól elteveztem a live-ot, de hát a sajnos nem jött össze, és akkor most egy ilyen béna videót kaptok sajnos helyette. De fél, hibákból tanultunk, vagy hát ez nem volt hiba, végülis jó, itt áll, csáó. Szóval amúgy hát ez eléggé egy speedrunnak tűnik most, szóval lehet, hogy ez még ilyen speedrun is lesz, akkor ebből még speedrun is lesz a végén. Nem is tudom, hogy eddig amúgy hibáztam, egyáltalán nem tudom, hogy most nem arra koncentrálok, vagyis de a játékra koncentrálok, csak nem arra, hogy leestem, mert nem azt számolom. Szóval az amúgy eléggé egy speedrunnak tűnik eddig, de már 3 percnél tart a videó, szóval ez egy eléggé béna speedrun, hogyha ez egy speedrun. Az éppen, hogy csak most rátok adott, hogyha nem érkezek rá, akkor nem tartanak ide. Már is a 6. pályánál tartunk. Azt, hogy ez az eléggé, ez tényleg egy speedrun, srácok. Na jó. Az bakira, mennyi ideig vittem, mennyi ideig tartott, még ideig eljutottam a első részbe be a Robloxba, valami 8 perc, most meg 3 perc alatt itt vagyok, vagy mennyi volt. Jó, ezt is kivittük első, júj, ne, és meg lesz az első hibám, srácok. Hát csak nem. Gyerünk. Na jó, úgy, srácok, lehet, hogy intrót vágok az elejére, szóval annyi lesz vágva. Azt akkor cső. Csak annyit fogok vágni, hogy intro lesz az elején, szerintem. És hát akkor tényleg csak annyi lesz a vágás. Szóval hát sajnálom, hogy nem jött össze a live.
De most figyelj már, hát, hogyha ebből speedrun lesz, akkor végül is elég jól sikerült ez a nap, mert speedrun nem lehet látni minden nap. Végülis most, hogy már játszottam ezekkel a mappokkal, nagyjából most már tudom ugye, hogy mi fog következni. Kb. Így. De így nem lehet speedrun, akkor hogyha nem tud be. Ó, és mi van, ha elveszítem a speedrun? Hát akkor a speedrunnak ugye annyi nem. De amúgy eléggé jól haladok így időileg, lehet, hogy olyan 20 perces lesz már max az a videó. És hát eléggé későn fog felkerülni. Talán olyan 9-kor. De utána tényleg jönnek újra jó videók, szóval eléggé. Ja. Rosszul sült most ez el. De fie, eddig hibáztunk, bakker. Srácok, ezt én most nem tudom, vagy visszanéztem, bakker, most komolyan hiba nélkül megy az egész. Ez az hogy? Na jó, szerintem elszóltam magam, most mindjárt lesz egy hibám. Vagy azért szólom el magam, hogy azt mondom, hogy lesz egy hibám, és akkor attól lesz egy hibám. Na jó, de ezek tényleg olyan pályák, amiket már egy párszor kivittem. Lehet, hogy amelyiket elsőre vittem ki, azokat már el fogom cseszni, meg hát ugye vannak olyan pályák, amiket aztán végén ki se vittem, mert ugye leállt a live. Ja, sajnálom, hogy leállt le, de majd valamikor. Majd venni fogok egy gépet, egy jobb gépet, majd valamikor biztos, közeljövőben sajnos nem, de majd valamikor biztos, szóval. Remélhetőleg. Oké. Eddig eléggé jól haladom. Itt eddig mindig volt egy hibánk. Lehet, hogy most eljött az a nap, hogy hiba nélkül kivigyük ezt a pályát is. Vagyis nap? Nem mondható igazán napnak. Mert hát a mai nap ugye a livestreamben már hibáztam egyet. Ó. Jó. Nem is tudom, hogy ebből van-e speedrun. De, hogy... Ne! És az első hibánk, vagy másik, nem tudom pontosan. Hát akkor ebből sajnos nem lett speedrun, de... Hát, nagyon örültem volna neki, hogy a legalább speedrun lesz. Belőle. Tehát, figyelj, ideig eljutott. És nem jött el az a nap, hogy végre ne hibázunk ebbe a pályába, ebbe valahogy mindig hibázunk. Szóval ez szerintem ezt nem fog sohasem úgy kivinni. De hogyha már ebbe hibázok, akkor a következőket hogy akarom kivinni? Úba kell, hogy fél órás vagy 40 perces lesz az a videó. Úba kell. De még 10 perc sincs, jó, kivittem. Jó, csak most csak egész végig rásolok, mert tényleg ki akarom vinni a 30 pályát. Aztán akkor szerintem kerülök egy másik dimenzióba, nem? És akkor nem kell újra kezdeni. Ó, még egy hiba. Úba kell, ez annyi időt vesz el, bakker, a hiba. Mert akkor ugye egészet újra kezded, meg még újra élesz, meg Szóval se nem úgy elég, hogy... Szerintem, hogy nagyon sokszor mondom, de szóval nem elég, hogy egy nagyon jó livestream helyett egy ilyen béna videót kaptok most, de nem lehet mit csinálni, srácok, hát ez van. Én se így akartam, srácok. Senki se. De meg úgy azt gondoltam, hogy most mindenki live-on, mert ugye most karantén van. És hát akkor én azt gondoltam, hogy akkor én is csatlakozok, és hát amúgy nagyon sokan nézitek amúgy a live-ot, vagy hát megnéztétek a live-ot. Úgy, vagy hát, hogy mondjam, értitek szerintem. Szóval azért eléggé köszönöm, de hát az sajnos mind fölöslegesen volt, mert a végén letörültem azt a videót. De hát ilyen az élet. És hát nem mondom azt, hogy nem baj, mert ez igaz, igenis baj. De figyelj, vannak rossz dolgok az életben, vannak sok. Nem sikerülhet mindig minden jól. Na jó, viszont szerintem eléggé jól haladunk, elég messzire eljutottam egészen kevés idő alatt. Szerintem így van az, hogyha szóval ugye nem csinálok szünetet, szóval egész végén csak tudok, szóval elén csak ugye megcsináltam, hogy a beköszönés, és utána már egész így csak így toltam, így speedrunba hallott. Eddig kettő hibám van, ha jól tudom. De úgy, hát ki lehetett volna szerintem mindig hiba nélkül, de nagyon nem.
mert még tényleg jönni fognak olyan nehéz pályák, hogy azt még hibával se lehet kivinni, mert egész végig hibázol ott, azt nem tud kivinni. De jó, ez pálya is ki van véve. Vaj, volt ez a pálya egyáltalán? Valamikor, erre a pályára valahogy nem emlékszek. Na mindegy, ez is gyors kivé. De jó. Oké, megvan a 10 perc, srácok. Vagyis hát, ugye, intróval együtt már 13 másodperccel azelőtt, mielőtt mondtam, megvolt. Vagyis hát, jó, kb. Elég jó, hogy ez kb. Most. Na jó, ide átugrunk és be a szélbe rögtön. Melyiknél járunk most? Itt vagyunk valahol, de gondolom. Várjál, hol van, ahol tartunk mi most? Itt van, 15. pályánál tartunk. Oké, ha ezt kivisztük, akkor megvan a fele. Srácok, lehet, hogy eljött az az idő, ahol megcsinálom végre. Szóval szerintem olyan fél órás lesz kb. Ez a pálya, vagy pálya, rész, elnézést. Szóval szerintem olyan fél órás lesz ez a rész. Ez a videó, úgymond. De végül is kivisszük. És hát szerintem az a lényeg, nem? Na, itt állt le ugye a stream ennél a pályánál. De ez ilyen hacker pálya, érted? Aztán pont itt állt le, mint hogyha meghekkelték volna a streamet, aztán úgy attól állt le. Ami eléggé keveset néz a kamerába. Mindegy. Remélem elnézitek nekem. Na jó. Na jó. Most jön ugye a nehéz rész, addig nem hibáztam ennél. Az addig jó. Hol vagyok? Jó, nem estem le. Itt amúgy eléggé hátrányos, szóval itt ki akarnám kapcsolni a speedet, mert ennél a résznél eléggé hátrányos, hogyha van turbom, na itt ilyenkor itt le kell jönni. Az elején még nem jobb itt menni, de most már itt jobb menni. Jöjjöjj. Ide át. Ó, ez lehet nem volt olyan jó ötlet. Most ide át. És oda. Oké, meg lett. És hát azt mondanám, hogy ezt elsőre kivittük. A live-ba fél óráig mentem ezen a pályán, mert ugye leállt, és akkor azt próbáltam megoldani. Szóval hát eléggé. Na, eléggé. Ja, nagy gond az, hogy ez most nem jött össze. De figyelj, hát itt van egy Roblox, hát nem speedrun, de majdnem speedrun. Hát nézzétek speedrunnak, mert azért elég gyorsan kiviszem szerintem, ennyire gyorsan még nem sokan vitték ki szerintem ezt a 30 pályát, de hát ki tudja. Ne! Na jó, ja, azt hittem már valahogy itt fel kell ugrani. De ez ki, így van, hogy úgy néz ki, mint hogy nem sikerül, de aztán mégis sikerül. Jó, így né, eléggé jók vagyunk eddig. De ugye ma játszottam az összes pályát, aztán akkor már kb. Tudom, hogy kell itt mindent csinálni. Még nem az összes pályát, de eddig az összes pályát, szóval amelyiket eddig... eléggé balra kanyarodtam. Most ott lehet sem volna. De tényleg most amúgy, hát nem lett olyan sok hibám. De azért nem lesz attól még hiba counter. Pedig, hát mondjuk lehet, hogy nincs ennyi hibám, akkor azt gyors meg tudom csinálni, a hiba countert, srácok. Na jó, lesz hiba counter. Jó, srácok. De csak akkor, hogyha most nem fogok hirtelen egy csomó jót hibázni, szóval hogyha eddig nem volt annyira sok hibám, hogy azt nem tudjam megvárni. Ha bár várjál, egész videó alatt meg kell néznem, hogy hol is voltak a hibám. Hú, akkor nagyon későn fog felkerülni ez a videó. Hogyha még hiba countert csinálok alá, de csinálni fogok hiba countert alá, srácok. Csinálni fogok. Jó. Eddig megy, srácok. Szóval intro és hiba counter. Ennyi lesz a videó. Meg hát, akkor majd csináljuk meg az egészet, de nem tudom. Mert
Amúgy annyi, hogy még van az elején az, hogy a mai videóban érted. Meg... Meg szerintem még olyat zenét is szoktam alávágni, de azt eléggé hallgatom, szóval azt nem is lehet hallani, azt csak akkor lehet hallani, hogyha így tényleg így, szóval így full hangerővel, meg így nagyon odafigyelsz, meg nem tudom. Szóval eléggé halkra szoktam berakni alá a zenét, de hát, szóval az most szerintem nem fog alá kérni. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy akkor hány óra lesz, mire ezt kivizem, és akkor majd mennyi időm lesz ugye megvágni a videót. De ugye vágni nem kell, szóval kivágni nem kell szerintem dolgokat. Ott csúsztam, bakker. Csúsztam azon a tucoson. Ezt nem hiszem olyan. Na jó, srácok. Hogyha még ilyen sok hibám, mondjuk ez ugye azért kéne hiba account term, ugye sok hibám lett. Oké. Na. Egy hibánál ugye nem kell hiba account term, srácok, hogyha van 10 hiba, akkor az jó lenne tudni, hogy hol lett ez a 10 hiba, ugye. Tudjátok. És de ez hasonlít ez a pálya egy másik pályára, nem? Tudod, mint a leültem volna, úgy nézett ki, bakke. De ott majdnem leestem. Na jó. Ne lehet, hogy nem most volt egyik pályára se, csak ugye már kivittem ezt a pályát, és az ismerős valahonnan. Így, ez a pálya is ki van véve, és az a idő szerintem eddig elég jó, szóval. Nem érdekel, hogy mond, szerintem eléggé jó ez az idő, amit itt eddig futunk. Hát tényleg így futunk, hallod, szóval. De hallod, még így is laggol kb. Amúgy remélem, hogy jó a minőség, mert csak így hirtelen így bekapcsoltam így. Szóval letörültem ugye a live-ot, aztán hirtelen bekapcsoltam a kamerát, szóval remélem nem ilyen néma, vagy valami nagyon bína videó. Ezt nem hiszem el, srácok. Ezt nagyon nem hiszem el. Na jó. Oké. Ezek most már jönnek a nehéz ugrások, srácok. Most már jönnek. De várj, hol is tartok én? A 23. pályánál. Nem úgy ezt eddig nem jelezte alul. Ja nem, az egy másik játék volt. Oké. Alig lehet tudni, hogy jó. Az elég egy távoli ugrás volt éppen. Elég merész voltam. Viszont sikerült, szerencsére jó. Gyerünk, úgy ugrás. Ott csesztem volna el. Jó, sikerült. Újra itt. Szerintem úgy itt fejeződött be a live, nem? Vagy nem? És hát hamarabb, de idáig vittem a végén ki. Szóval szerintem ez a pálya után már nem is tudom mi jön, de mindjárt megnézem, hogy melyik pálya jön. Aztán akkor majd tudni is fogom akkor, hogy most már mi ideig is jutottam. Na, teleportálj már. De igen, ezt még kivittem. És már ott tartunk a 25. pályánál. És még nincsen 20 perces a videó. Hát eléggé gyorsan kivisszük ezt a hajátot. Rövidítettem se. Bakker! Én éppen úgy csak már. Szerintem a legnehezebb, szóval mindig a nehezebb ugrás választottak a tépe. Na mindegy. Jó, ez is megvan. Na, remélhetőleg. És akkor most. Itt hagytam abba tényleg. Mert itt egy lehetetlen ugrás van. Nem ez, de mindegyik ugrás itt nehéz, de aztán van egy olyan lehetetlen ugrás. Én pedig amúgy kiakadtam mindig live-ba, akkor is, hogyha nem működött a live. Ma rég leállt a live, de én meg akkor kiakadtam mindig. Mondjuk én nem is realizáltam rendesen, hogy most leállt-e a live, mert elég bugos volt, hogy leállt-e a live sem. Na jó, viszont már tudjuk nagyjából a taktikáját ezeknek az ugrásoknak.
de még attól még nehezek. Na és akkor itt srácok, ide nem tudsz felugrani, azért átugrok ide. És akkor itt nem lehet, ugrottam srácok. Ugye mindig, hogyha ugrasz, akkor szaltul, és szaltúztam srácok. Nem tudom, hogy ez az ugrás most sikerülni fog-e. De, na jó, akkor mégis csak megvágom ezt a videót, akkor nagyon későn fog felkerülni az idő, és akkor most jön egy vágás, majd jelentkezek akkor, hogyha átugrottam azt az ugrást. Sikerült az ugrás, srácok, hallod, úgy nekifutottam ott, aztán új. Itt felfutottam így. Azt úgy sikerült, én ugratósan. De most már tényleg eléggé nehéz ugrások jönnek. De most már tényleg nem akarom elcseszni, bakker. Végre sikerült ez a nehéz ugrás. Szóval siker, ja, szóval ezt meg lehetett csinálni, csak nem úgy kellett csinálni, hogy én csináltam. Oké. Most nagyon izgulok, bakker, hogyha most teszem el. Jó csillagot még felszedjük azért. Jó, és akkor ezzel meg is vagyunk. Melyik pályánál tartunk? 27. Itt van egy másik csak. Mi? Várj, már túléltem a kerperibe, és nem a vízbe. És itt megint egy hiba. Na jó, de ez már valami nagyon nehéz. Ez mi? Bakker! Ez hogy lehet gyorsan kivinni? Itt annyi hiba fog összejönni, gyűlni. Egész végig nyomom az ugrás, akkor kiviszem. Nem! Mégsem. Szóval úgy értem, hogy nem az a taktika. De bakker, ez a srác, és ez csak zor. Nem tudom, mit ez lehet, biztos valamilyen nyelv, és kérdezi, hogy te is olyan nyelvű vagy-e? Vagy nem tudom. De az nem lehet ráugrani, hallod? A fagy mindig átmegyek a fagyin. Annyi hibám gyűlik most itt hozzá. Ezek már olyan nehezek. Ugye már ez ilyen nehéz, akkor úgy, három még mennyi lesz? Ezt nem hiszem el, srácok, milyen? Nem már. Annyi hiba counter, annyi hibám gyűlik most itt össze. Miért nem mentem szovább? Ott megállok a levegőbe. Ez egy hosszú videó lesz, srácok. Ez egy hosszú. Na, ez elsőre így. Na, és most a fagyira. Hogy kell ráugrani a fagyira? Hogy? Hici, működj már! Nem lesz valahogy a speedet lejjebb venni, mert én már kezd idegesen. Na jó, ez mi? Na jó. Hát akkor lehet, hogy eddig viszont, de nem. Ki kell vinni. Hosszú videó lesz. Ez olyan 40 perces videó lesz, de nem érdekel, mert én ezt kiviszem. Ki fogom vinni? Srácok, ezt kiviszem. Mikor holnap izi hajnalban is kerül fel a videóba. Mén is speedem. Nem, már most nem akarok most hiba countert. Még egyen. Inkább újra kezdem. Remélem akkor már kapok speedet. Hol vagyok? Halló? Na, itt vagyok és speed. Na. Ennyit arról, bakker, hogy hát ennyiről már is ugrottam. De hogy jut el a csaj addig? Hogy kell megugrani? Srácok! Ezt hogy kell megugrani? Na jó. Csak nyomom a space-t és az előrét. Space és előrét. De akkor meg ide beszorulok ebbe a... Szar space-ekbe. Már bocsánat. De már lassan fél órája megy a felvétel. Hát ez... Nem is gondoltam mondani, hogy Roblox is berícselhet engem. Rajta voltam, mitől estem le? Én nem nyomtam tovább az előrét, esküszöm, miután már rajta voltam. De csaj, hogy csinálja? Na, mutasd, hogy csinálod? Biztos azt akarod, hogy azt mondta, én mutassam, hogy én úgy csinálom. De várjál már, az megállt a levegőbe. De most meg ott van elő, nem? Na. Ha, sikerült, srácok? Nem tudom, hogy, de sikerült. És ez mi? Ez lelökött. Ahelyett, hogy ez ugrott volna róla. Na jó, ezt nem lehet kivinni. Ó, viszont van 300 cuccosom.
Hozzak egy táncot. Vettem egy táncot. Hogy tudom... Igen. De hogy tudom használni? Igen. No, tüntetj már. Így. Oké. Meglepett a... Na jó, akkor ez, szerintem akkor vegyük úgy, ez volt a videó lényeg. Szerintem én ezt nem fogom kivinni, srácok. Én itt most táncolok, ez nem lesz meg, srácok. Na jó, szóval itt akkor jön egy vágás, én azért még próbálkozok, és akkor, hogyha ott vagyok a cél előtt, akkor szólok. De így is lehet izé, menni is rátok, hogyha közben táncolok. Na elúszok, srácok, hát az a helyzet, hogy kidobott a játék, error írt ki, ugye, mert még mindig nem jó a gépem, és akkor csak úgy kidobott így a Roblox, szóval sajnos nem sikerült kivinni, és most nem fogom újra kezdeni, amúgy is kevés az időm, úgyhogy sajnálom, ennyi, de ennyi lett volna ez a videó, sajnálom, hogy ilyen rossz videót kaptatok, várom meg, hogy a livestream se sikerült, de ez van, de holnaptól már újra jönnek a jó videók, úgyhogy viszlát és hello!